Azért elég aggasztó az, hogy szeptember 25-én, amikor elkezdődött a parlamentnek az őszi ülésszaka, akkor a miniszterelnök például azt mondta, hogy Magyarországon vízfelesleg van, és ezeket a vizeket bárhova a meglévő csatorna rendszeren keresztül el tudjuk vezetni. Szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van feleslegünk, azt föl tudjuk fogni. Ha akarjuk, és szükség van rá, azt a vízmennyiséget a magyar csatornarendszeren keresztül bárhova el tudjuk vinni, ha szükség van rá. Hogyha a miniszterelnök úgy gondolja, hogy bárhova el lehet vezetni, és ezért az iparági fejlesztéseket nem lehet megkérdőjelezni, az bizony a mezőgazdasági termelőknek jelenthet nagyon nagy gondot, pont a száraz időszakban. Pont akkor, amikor nekik víz kellene, lehet, hogy majd éppen ezeken a meglévő csatornákon az ipari felhasználókhoz vezetik el a vizet, és akkor ők hogyan fogják a termelést biztosítani, hogyan fognak mondjuk az élelmiszerbiztonsághoz hozzájárulni, ez egy nagyon nagy kérdés. Úgyhogy én úgy gondolom, és remélem, hogy aki hallotta és mezőgazdálkodik, az inkább elbizonytalanodott ettől a kijelentéstől, mint hogy megnyugodott. Nagyon jó lenne, ha lenne egy koncepció arra nézve, mondjuk a civilek alakuló, hálózatosodó szövetsége számára, hogy mit akarunk. Úgy nem tudunk koncepciót létrehozni, állandóan csak reagálni tudunk arra, hogy most hol itt, hol ott épül egy új akkumulátorgyár. És azt kell bizonyítanunk, hogy ezek szennyeznek. Olyan módon, hogy eltitkolják az adatokat, vagy nem kötelező közzé tenni, vagy az okírnak megküldött adatok nem elérhetők, mert mondjuk a légszennyezettségi adatok 21-esek az utolsók, akkor nehéz úgymond bizonyítani a környezetszennyezést. Ugye ezzel próbálkoznak a gödi civilek, ezzel próbálkoznak a győr-szentiváni civilek, gyűjtik a milliókat, és akkor utána független cégektől méréseket végeznek. Ugye Gödön a NMP szennyezése talajban, vagy Szentiván, Győr-Szentiván, ahol én lakom, ott is NMP szennyezés volt már a talajban. Tehát azért ezek, a víz az csak egy kérdés, ezen kívül vannak más anyagok is, amik szennyezhetik a környezetünket, és ezen is azért el kell gondolkodni. Én értem azt, hogy ugye az az egyik főérv a akkumulátorgyárak mellett, hogy elektromos eltárás van, elektromos gépjárművek, csak ugye azt felejti szerintem el a miniszterelnök úr és azok is, akik ezt az ipari fejlesztést, vagy erőszakos ipari fejlesztést nyomják, hogy alapvetően az, hogy most 16 millió autót gyártanak Európában, az nem fogja automatikusan azt jelenti, hogy 10 év múlva is 16 millió autó lesz. Tudományos kutatások szerint nemrégiben megjelent egy jelentés, hogy Magyarország a második helyezett az EU-n belül a víz és élőhelyek csökkenésének tekintetében, és jelen pillanatban is nagy nyomás helyezetik a vizeinkre, felszínalattiakra, meg felszínekre is, részben a gyárak miatt, részben a turisztika, meg egyéb problémák miatt. Mi a második helyzetek vagyunk, az első az Írország egyébként, ahol a legtöbb ilyen vízes élőhelyvesztés történt. Tehát látszik egy lassú trend, ami szerint egyre kevesebb az a nap, amikor csapadék hullik. A mennyiség az összességében nem változik lényegesen, inkább az évek közötti eloszlás az, ami egyre inkább szélsőséges, illetve az éven belüli eloszlás is. Az éven belüli eloszlás szélsőségessége látszik ugye abban, hogy egyre kevesebb napon hullik le ugyanaz a mennyiségű csapadék. Ez azért probléma, mert sokkal kevesebb ideje van így beszívódni a nedvességnek a talajba, és ezért nagy mennyiség lefolyik, illetve ráadásul még a villámárvizekről tudjuk nagyon jól, hogy milyen eróziót meg egyéb társadalmi problémákat is okoznak. És számolni kell sajnos ezzel a tendenciával, hogy a vizeink azok fogyni fognak, hiszen a melegedés hatására több lesz a párolgás, de a csapadékmennyiség az ugyanannyi, sőt igazából az országba belépő vízmennyiség az még csökken is, mivel ugye a határon túl is melegszik a klíma, és ez miatt ott is nagyobb a párolgás, az sajnos nagyon jelentős mértékben csökken az utóbbi időszakban. A WWF-nek van két évente egy élőbolygó jelentése, amivel világszinten a gerinces populációkat monitorozzuk. 1970-es bázison, tehát akkortól kezdve mennyivel változott az egyes populációknak az egyedszáma, meg az egyes populációknak az előfordulása. És ez összességében sajnos nagyon drasztikus csökkenést mutat. A mostani 2022-es jelentésben 69%-kal csökkent összességében világszinten a gerinces populációk
nak a mérete. Az EU-s álmok meg a magyar realitás között azért van egy elég nagy szakadék, de ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy az EU-s döntéshozatalokban vannak lehetőségek, hogy van egy EU-s biodiverzitás stratégia is, ami 2030-ig szól. Ebben szintén az van, hogy a leromlott állapotú élőhelyeknek a 30%-át helyreállítják a tagállamok. Ebben nincs vita, tehát ezt elfogadta Magyarország, és én úgy gondolom, hogy a CBD, tehát az ENSZ-es egyezményt, azt számon is lehet kérni jogilag is, ugyanis ezt átvettük a magyar jogrendbe. A biodiverzitás stratégia az már más kérdés, mert ugye az egy soft law, tehát ez nem egy ilyen számon kérhető törvény, de ebben szerepel az EU természethelyreállítási jogszabály, ami viszont már egy kötelező érvényű jogszabály lenne. Az a cél, hogy ott minden tagállamnak lesz egy stratégiája, hogy hogyan állítja helyre a vizes élőhelyeket. Mik a civil szervezetek célja ezzel a jogszabállyal? Egyrészt az, hogy legyen egy számszerűsíthető, határidőhöz köthető és számon kérhető célok Natura 2000-es területekre és azokon kívül is a helyreállítása kapcsolatban. Ne történjen élőhelyek további vesztése, tehát az, hogy elfogadják a helyreállítási jogszabályt, ne jelentse azt, hogy a még meglévő élőhelyeket tönkre lehet tenni, ez egyáltalán nem történetlen, tehát a még meglévő, már jó állapotú élőhelyeket meg kell tartani, és a rossz állapotokat kell helyreállítani. Kell valamiféle jövőképet megfogalmazni, amit a szövetség, illetve a szövetség tagjai tudnak kommunikálni kifelé, tehát hogy mi az, amit tulajdonképpen szeretnénk elérni Magyarországon. Van ez az úgynevezett magyarországi pocsolya térkép, ahol azt ábrázolják, hogy a Kárpát-medence a nagy visszabályozások előtt, a 19. századi nagy visszabályozások előtt hogyan nézett ki, hol voltak a vízjárta területei, vízzel borított területei. Tavaly azt fogalmazódott meg, hogy hát ez lenne a jövőkép, hogy egy ilyet visszahozni. Nyilván azt tudomásul véve, hogy azért van, ahol most már lakott területek vannak, valahol nehéz feladni, de hogy alapvetően Magyarország az a Európai Unión belül a második legnagyobb vízes élőjevesztéséggel rendelkezik ugye Írország után, és ennek a következményeit ezt most már látjuk, a jövő generációi még inkább fogják ezt látni, ezért lenne fontos az, hogy még több vízjárta területet létrehozzunk, és kicsit a vízhez való hozzáállásunkat megváltoztassuk. Nyugat-Európában igazából sok helyen már az irányba megy a vízgazdálkodás, hogy megpróbálják a vizet visszavezetni a tájba, minél több teret engedni a folyóknak. Franciaországban, Hollandiában már visszakanyargósítanak olyan csatornává kiegyenesített folyókat, amiket korábban teljesen mesterségessé alakítottak. Elhangzott, hogy egy olyan mozaikos tájképre lenne szükséges, egy olyan mozaikos mezőgazdasági használatra, ahol a nagyobb vízigényű növényi kultúrák és a kisebb vízigényű növényi kultúrák egymás mellett helyezkednek el, és tudomásul veszük azt, hogy a 21. században az elérhető víz mennyisége az már más, mint a 19. században volt, vagy a 20. században. Vissza kellene hozni azt a legelőgyebb gazdálkodást, ami a folyó ártereken folyószabályozás előtt nagy méretekben folyt, illetve az ártéri gyümölcsösök, amelyek hosszabb, rövidebb vízborítás szintén elviselnek, azokat is lehetne újra. De például ilyen nedves területeken energiaültetvényeket is lehet létrehozni.